Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és hasonló módon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeimet. Hogyha el kellett volna hozni az összes díjat, amit az utóbbi időben a filmjeikért kaptak, akkor itt tele lenne az egész stúdió. Sőt, még szerintem itt az előtérbe is kellett volna rámolni. Kovács Klaudia, operatőr, és Posgai Zsolt, aki rendező, hát íróként, színdarabíróként, színházrendezőként is jól ismerjük, de ezúttal főleg amiatt van itt, mert a filmjei olyan jelentős nemzetközi sikereket alattak, hogy az már szinte túlzás. A New York-i fesztiválon ott 5 díjat is kaptál a Mindszenti filmetekhez, amit Red Faust néven forgalmaznak külföldön. Mikor így kapsz egy ilyen információt, hogy na most tegnap 5 díjat nyert a filmünk, akkor, és ez Klaudia, neked is szól ez a kérdés, akkor mit szólsz? Hát egyrészt mit szólok? Hát hogy nem döbbensz-e meg, hogy ennyi díjat kapsz egyszerre? De, én folyamatosan csodálkozom, mert szerintem mi, akik a filmet csináljuk, és Klaudiával mind a két filmet együtt csináltuk, amik ezeket a díjakat sokszorosan hozták. És mivel ez egy team műfaj, tehát ez nem az én műfajom, hanem itt több ember, művész dolgozik együtt, ezért Klaudiának óriási szerepe van, hiszen hát ő szemével látjuk az egész történetet. Úgyhogy nagyon örülök annak is, hogy ők tehetségesek, hogy a színészek jók, hogy egy csomó olyan ember, akibe hittem és hiszek, azok úgy látszik, tényleg úgy dolgoznak, és úgy élnek, és úgy élik ki a tehetségüket, ahogy azt kell. Ilyenkor a rendező szerepe nem feltétlenül az, hogy hajcsárként végig űz egy folyamatot, hanem az, hogy hagyja kibontakozni azokat az embereket, ha tehetségesek persze. De tehetségtelen emberrel nem érdemes dolgozni, mert annyi időnk nincsen. Most már ilyen százas nagyságrendben vannak ilyen nemzetközi fesztiváldíjak a televíziós és filmes alkotásaidért, és azért kérdeztem, egy kicsit rosszul kérdeztem, bevallom őszintén, hogy mit szólsz, mert igazából úgy akartam kérdezni, hogy még meglepődsz-e azon, hogy kapsz egy ilyen díjat? Hát miután azt látom, hogy mindenféle protekció és anélkül, hogy engem ismernének, vagy lenne ott barátom az adott országokban, Botswanától Kolumbiáig, egy zsűri, vagy egy közösség azt mondja, hogy a munka, amit itt végeztünk, az érvényes és értelmes volt, akkor úgy látszik, mert eljutott emberekhez. Ez egy óriási öröm természetesen. Nem én küldöm a fesztiválokra a filmeket, tehát én nem is tudnék ilyen fesztiválok létezéséről sem, hanem létezne egy kanadai cég, egy Film Freeway nevű cég, amelyik filmeket fesztiválhoztat szerte a világba, és ő már csak azt küldi el nekem, hogy egyrészt mit nyertünk, vagy benne vagyunk a döntőbe. Meg a díjakat. Meg másrészt díjakat, nem ők, azt a fesztiválok küldik, másrészt pedig, hogy éppen hova lehet menni. Hol az a hely, ahol meghívnak, mert azért személyesen is elirándulok. De az, hogy te milyen díjat kapsz, az, hogy a kollégákkal együtt a csapat, a stáb milyen díjat kap, azt ők azért nyilván tartják, tehát tudják, hogy a Posgaiék filmje most itt is nyert, és akkor küldjük tovább. Szóval van ennek valami lökőhatása. Hogyne, olyannyira, hogy új és új filmeket kérnek. Ez a Megszállottakkal kezdődött, ez a történet, és a Darking Way-jel, hát ez az angol cím, a magyar logotával folytatódott, és annyira kérték, hogy a Mindszenti filmet is föl kellett javítani egy olyan minőségre, hogy kimehessen fesztiválozni. Ráadásul ez a New Yorki, itt már a Darking Way is nyert, meg a Devoted is, ez egy non-violent fesztivál, vagyis erőszakmentes filmfesztiválnak hívják, és olyan filmeket válogatnak be, amik az emberi igenről szólnak. Tehát az, hogy hogyan tudjuk megérteni egymást, hogyan a tragédiáinkat hogyan élhetjük át, hogyan nem. Tehát erőszakmentesen próbálják meg a világot nézni, ami egyre nehezebb. Itt ül melletted egy szép operatőr, szép és vonzó operatőr. Nem vagy-e puhább egy ilyen hölgyhöz, mint mondjuk, hogyha egy férfi kollégával dolgoznál? Hát nem tudom, ezt igazából tőle kéne megkérdezni, de ha én beszélek tovább is, akkor azt tudom mondani, hogy én egyrészt az életkora miatt választottam Klaudiát, másrészt, mert nagyon jó emberek ajánlották. Azért, mert az elején idős, azért választottam? Igen, ugyanis nagyon szeretek fiatalokkal dolgozni, mert azt a technikát, amit ők tudnak, az bizony már a korombeli kollégáik nem biztos, hogy úgy használják és úgy, ahogy kell. Értem. Tehát nagyon sok olyan ember meg is sértődött rám az utóbbi időben, akikkel dolgoztam régebben, és azok már
velem egy korosztály. Tehát akkor ő tulajdonképpen... Kikérik maguknak azt, hogy én állandóan csak fiataloknak a társaságát keresem, de ez nem férfiúi érdeklődés, hanem azért, mert szeretem, hogyha kiegészítjük egymást valamilyen szinten. Tehát akkor ő tulajdonképpen kitágítja az equipment körödet, tehát hogy milyen technikákat használj, abban ő tud bővíteni, segíteni és javasolni. Hát a látókört is meg azzal szemmel nézi a világot, ami érvényesebb, mint az enyém. Én már el vagyok rontva. Na most már annyi jót mondtuk rólad, Klau, hogy most egy ilyen glória kezd el megjelenni a fejed fölött stílusosan. Mit szólsz, amikor egy ilyen hírt kapsz, hogy egy jelentős nemzetközi fesztiválon, aztán megint jelentős nemzetközi, tehát amikor már a tizediket kapott, még ugyanolyan örömmel ugrálsz? Nagyon megtisztelő. És jó érzés, hogy ezt így együtt tudjuk megélni, mert a Zsolt mindig minket is tájékoztat erről, ami szerintem tök fontos érzés, hogy ez tényleg a csapat szellemében történik, úgyhogy jó lesik, igen. Emlékszel, hogy amikor legerőször találkoztál a Zsolttal, akkor milyen benyomások, milyen örömök vagy félelmek voltak benned? Akkor, amikor először dolgoztunk, akkor még egy kedves ismerősöm is benne volt a filmben, mint operatőr, és úgy is ismerkedtünk meg a Zsolttal, az Olé Olivier, és igazándiból én éreztem, hogy itt az lesz a vége, hogy majd mi így együtt fogunk dolgozni, mert az Olivier nem feltétlenül operatőr, és akkor ő tulajdonképpen a B-kamera pozícióban volt benne a produkcióban, és át is adta nekünk ezt a közös munkát. És ami nagyon jó volt így az elejétől kezdve, az, hogy azt éreztem, hogy így lehet egy kísérletező terepként tekinteni a filmre, amit csinálunk, és hogy ebben az egészben a Zsoltnak a koncepciója, meg az általa megálmodott történet, ami egy történelmi beágyazottságú sztori, emberi történet, és hogy az univerzalitás volt benne, és ez az, ami miatt engem így megragadt ez a dolog. Ráadásul általában nagyon odafigyelünk a helyszínválasztásnál. A Zsoltnak egyébként nagyon sokszor vannak így előre víziói, de hogy ezekben a víziókban mindig vannak természeti elemek is, amik megjelennek, és valahogy ezeknek a keveredése izgalmasan el tudja emelni a történetet, mert ami nekem mindig célom, vagy amit itt szeretnék általában ezeknél a filmeknél, hogy ne az a klasszikus módon vett történelmi filmja jön létre a végén, hanem a szimbolikája a karaktereknek a történeten keresztül is megmutatkozik, de a tér, amiben a szereplők vannak, abban is meglegyen, vagy esetleg a kamerálásokban, tehát hogy ne egy klasszikus módon fényképezett történelmi film legyen. Idézőjelben kitaláltam egy ilyen reklámszöveget, hát ilyen szlogenszerűséget, amitől ideges lesz a Zsolt, hogy te vagy a Pozsgai Zsolt filmjei sikerének a kovácsa, ez igaz, ezzel nem tud érzen Kovács, Kovács Klaudia. Még annyit mondj el, ezek ilyen zárójeles, mellékes dolgok, de azért én szóba fogom hozni az ilyesmiket, hogy ugye te C-vel írod a nevet, hogy Kovács Klaudia, akkor ez a C betű, ez már születésed óta így került az anyakönyvbe, vagy valamikor így menet közben írtad át? Hát nagyon röviden próbálok erre válaszolni, de azért ez egy összetett kérdés. Én nem annyira szeretem a nevemet. Szerintem a Kovácsot? Hát így együtt a vagy kettőt. A Klaudiát, igen. És én azt gondolom egyébként, hogy a Klaudia ez annyira latin név, hogy nem is feltétlenül esik jól látnom K-val, de egyébként ez már mondjuk gimnázium óta történik, így, hogy én így írom a nevemet. Tehát, hogy eredetileg K betűvel voltál Klaudia, és most igen, pedig igen, és egyébként nem is engedik a nevem megváltoztatását, ezt most nem fejtem ki, de ezt értjük. De azért az oklevelekre ez van írva. Az oklevelekre ez van írva, és egyébként van egy Kovács Klaudia nevű New Yorkban élő színész, és az első munkám, amikor 20 évesen dolgoztam a Hellboyba, akkor az IMDb-n az ő nevéhez fölül került a kredit, és ő nagyon kedvesen jelzett nekem, és igazándiból akkortól már a szakmai névválasztás is el volt döntve, mert hogy hiszen a nevem azért elég könnyen meg tud történni még egyszer, és akkor ezt valahogy muszáj volt szétválasztani, de igen, szóval, hogy így összességében a diplomám is célval van, tehát azért most már a hivatalos és a nem hivatalos dolgok is keverednek egymással, a művészeti dolgokat így. De hogyha jól emlékszem, akkor Kovács néven azért futott már nagyon jó operatőr így a nemzetközi filmvilágban, még Oscar-díjat is kapott.
Hogyne, persze. Egyébként még hozzáadnám azt is, hogyha a viszonyunkhoz, hogy én azt is szeretem Klauban, hogy nem egy bólogató Klaudia. Tehát nem lehet mondani neki. Ugyanúgy víziója van az adott történetről és forgatókönyvről, és sokszor nem is nagyon értem. Volt olyan, hogy nem is nagyon értettem, mit mond. Hogyan, és akkor megpróbáltam megérteni, megpróbáltuk a forgatásokon megérteni úgy egymást, hogy az a két álom vagy vízió valahogy összecsiszolódjon. Én ezt a fajta munkát szeretem. Tehát azt, hogy valaki csak bólogat csinálja, amit én mondok, aki nem is értek hozzá, hiszen ő lehet, hogy nem ért a rendezéshez olyan szinten, vagy mondjuk a színészvezetéshez, ha megbíznánk. Én viszont soha nem tudnék egy kamera mögé menni, mert annyi fogalmam nincs az egésznek a játékról. Tehát épp azért el kell fogadnunk időnként egymás vízióját vagy igazságát, akkor is, ha egy kicsit csikorogva megy. És hála Isten, hogy nem minden olyan olajozott, mert abban nem lesz soha semmi. Tehát igenis, azt ki kell valahogy vérrel keverni azt a dolgot. Volt olyan is, hogy kizavarta a helyszínről. Igen. Azt mondta, csinál egy olyat, amit nem tud elmagyarázni most így, nem is mondja, menjek ki, aztán majd nézzem meg. A stábnak ezek a körei. Tehát tulajdonképpen a legbizalmasabb egy filmkészítésnél az az operatőr és a rendező kapcsolata, ugye? Tehát ti vagytok azok, akik mindent tudtok. Ugye, Zsolt? Szerintem azért ez nem ilyen egyértelmű. Én abszolút egy szövetként tekintek a stábra, tehát hogy... Tehát, persze vannak elemek, vannak nyilván elemek, akik később kapcsolódnak be, de egyébként főleg akkor, amikor már konkrétan történik a forgatás, akkor már nem tudsz kívülálló lenni, mert akkor leválsz az egészről. Tehát, hogy és egy látványtervező, egy színész, egy rendezőasszisztens, aki ugye timingolja az egészet. Aha. Szóval azért a maga módján mindenki bennfentes ebben a történetben, a fővilágosító. Te milyen érzésekkel kezdtél el vele dolgozni? És ő milyen módon viselkedett? Tehát, hogy imperatív volt, csak mondta az utasításokat, vagy meg is beszélte vele? Hát pont ez az, amit próbáltam az előbb valahogy így elmondani, hogy a kísérletezés az azt jelenti, hogy a Zsolt az maximálisan teret adott a közös munkának, meg kíváncsi volt az ötleteimre. Tehát nem volt koccanás, amiatt mert te bele próbáltál valamit fűzni a saját ötleteidből? Nem, mert pont az a lényeg, hogy ez egy aktív, közös munka, és hogy egyébként soha nem volt olyan, hogy nem mertem volna mondani egy őrült ötletet akár. Mm. Tehát, hogy amikor mondjuk valami olyan volt a fejemben, ami lehet, hogy egy túl elrugaszkodottnak tűnt, vagy nem tudom. A másik meg az, hogy ő mondott olyat, ami nekem mondjuk így felnyitotta a szememet, hogy abban jobban meg tudott mutatkozni valami. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez szerintem az elejétől fogva jól működött, és igazándiból most így nem akarok belekezni, mert ez egy nagyon nagy téma, de női operatőrként nagyon sokszor megélem a bizalmatlanságot. Még mindig azt mondják, hogy hát nő, tehát így rácsodálkoznak, hogy női, pedig azért már én magam is ismerek, mit tudom én, jó pár olyan nagyszerű operatőrt, akik hölgyek, akik nők. Azért, hogy téged szakemberként elismerjenek, azért már nem kellett küzdened. Tehát, hogy nem volt az, hogy na hát egy nő. Vagy volt ilyen? Hát folyamatosan van. Te jó Isten! Te tapasztalsz ilyet egyébként, Zsolt? Tehát, hogy visszahallasz persze, ilyet? Persze, hogy tapasztalok, de igazából én engem ez nem igazán szokott érdekelni. Ez a történet. És Klaudiával örülök, hogy csináltunk tulajdonképpen három filmet, meg egy dokumentumfilmet, ugye együtt. Azt soroljátok el, és melyik az a három? Hát van egyszer a Magyar Golgota, ami aztán van a az a 48-as, 48-as igen, film. Igen, van a Megszállottak, a Calvin féle történet. Mm. Csináltunk egy Vörös Marti Szabadon Cok című tévéfilmet. Az egy nagyon szép munka volt szerintem. Azt nagyon szerettük, meg egy Mecseki láthatatlanok, a Mecseki 56-os bujkálókról is összehoztunk ott valamit. És én nekem igazából nem úgy vannak embereim, hogy például Klaudia is remélem, hogy nem sértődik meg akkor, hogyha mondjuk van egy olyan munka, amire nem őt kérem meg. Mert én azt látom, hogy megfelelő embert kell a megfelelő feladatra kérni. Tehát soha nem értem meg azt a rendezőt, aki egész életében egyetlen egy emberrel dolgozik. De azt, hogy valaki alkalmas lesz arra, ami még nincs meg, azt honnan tudod olyan biztosan? Hát ismerem a lelkét. Hát azért összecsiszolódtunk azért. Na de honnan tudod, hogy ő nem lenne alkalmas arra? Hát profi? Nem, más, nekem arra másfajta ember kell például. Aha, most például gondoltam, hogy Klaudiát megkeresem, de most úgy tűnt, hogy ezt a filmet nem bele tudnám elképzelni. Ilyen van, de szerintem ez oda-vissza.
működhet, hanem van egy olyan termel, egy filmtermel, ami viszont kifejezetten az ő lelkéhez és a kapcsolatunkhoz szól. Tehát ez nem tudom azt az embert megérteni, aki állandóan ugyanazzal dolgozik. És az a jó vele, hogy azt mondja, hogy az őrültségeit el szokta mondani, és hogy nekem is vannak még őrültségeim. A koromat meghazudtolóan, időnként képi őrültségek, szakmailag, ahogy látni igen, szeretném. Igen. Azt tudom, hogy ő lehet, hogy nem azt mondja, hogy maromság ez, és nem lehet, hanem lehet, hogy megpróbál vele azonosulni. Uh-huh. És az nagyon kevés olyan van. Úgyhogy ez így szerintem rendben van. Az, hogy nő vagy nem nő, ilyen dolog engem soha nem érdekelt. A Zsolttal nagyon jól lehet kommunikálni, akkor, amikor ő rendezőként ott van melletted, akkor megváltozik az ő attitűdje? Szerintem mind a ketten olyan emberek vagyunk, hogy amikor dolgozunk, akkor nagyon mások vagyunk, mert iszonyúan fókuszálunk, és igen, hogy van az emberben ilyen keménység, de ezek ilyenek vagyunk mind a ketten, szóval én ezt például nem értem félre, mert én is szerintem elég brutális tudok lenni munka közben néha. Az egy teljesen más arcom, ráadásul valahogy néha kell is, hogy egy ilyen összefogó erő legyen. És én azt soha nem éltem meg úgy azt a fajta forgatásbeli kommunikációt, ami kettőnk volt, hogy a kettőnk között volt, hogy az bármiféle módon visszautasító lett volna, és arra meg nagyon próbálunk figyelni, hogy van azért egy kettőnk között egy olyan párbeszéd, ami hogyha mondjuk a forgatáson felmerül egy kérdés, akkor azt mondjuk azt mi ketten megoldjuk egymás között. Tehát az nem tartozik másokra. És van olyan, hogy pár mondatot váltunk külön, és akkor mondjuk jelezzük a másik felé, hogy most nekem kérdésem van, vagy a Zsolt is jön, és hogy mondja, hogy ő most kérdése van. És szerintem ez kell is, hogy így pont, legyenek ilyen pontok, de általában ez az elején szokott lenni, mert aztán amikor már így megy a harmadik, negyedik nap, akkor már azért kialakulnak annyira a dolgok, hogy olyankor már nem is nagyon kell, szinte nem is nagyon beszélünk, csak így egymásra nézünk, és akkor így tudjuk, hogy mi a következő, és ő is tud fókuszálni a színészekre, meg én is tudok fókuszálni az én stábomra. Jó, nem beszélve, hogy föl kell alaposan készülni minden egyes napra, és ha fölkészültünk és előtte egyeztettük mindent, amit csak lehet, akkor nyilván sokkal könnyebb munka, de igen, így is előfordul, hogy azt mondtam a stábnak, hogy szünet, mert olyat mondott Claudia, vagy úgy viselkedett, vagy úgy, ami megbántott engem, és kimentünk, és ezt tisztáztuk. És ugyanígy fordítva. És el tudom képzelni, hogy én sem vagyok normális, mert ugye általában, amiket forgattunk, az iszonyú szoros időrendben kellett leforgatnunk. Tehát 6-szor annyit forgattunk egy nap, mondjuk egy rendes normális táp. Hát ilyenkor a színészvezetéstől kezdve a lámpáig minden az emberben ott van, hogy mit szeretne látni. Hát persze, hogy nem ugyanaz az ember. Hát hogy lenne ugyanaz? Elkezd akkor sérülékenyebb lenni, elkezd máshogy viselkedni, erőteljesebben képviselni. Én magamra mondom most. Erőteljesebben képviselem nyilván azt, amit szeretnék, és ilyenkor kell valamiféle emberi hangot találni, de eddig szerintem ezt mindig megtaláltuk. De erre külön recept van, nem? Tehát a Zsoltnak van egy külön receptje, nem? Tehát, hogy nem lehet ugyanazt a módot, stílust, effektus halmazt alkalmazni mindenkire, hanem mindenkinek megvan a saját ilyen készlete, nem? Hát amúgy is azt gondolom a filmkészítésről, az egy kicsit olyan, mint egy ilyen pszichodráma csoport, hogy és egyébként az én általam választott szakma az operatőrködés, az kifejezetten egy olyan pozíció, ahol nagyon alázatosan kell tudni alkalmazkodni az adott körülményekhez, és elsősorban a rendezőhöz. De ez vonatkozik egyébként a színészekre, a körülményekre, tehát hogy nekem egyébként az volt a legnehezebb a pályám elején, hogy van egy ilyen arrogáns személyiségem, meg egy ilyen türelmetlen habitusom. Arrogáns személyiségem? Igen, hogy azért tudok olyan dolgokat mondani, amikor mondjuk megbántok embereket. Te cinikus tudsz lenni, és... Hát, hogy igen, nyers mondjuk, inkább azt mondom. Lehet, hogy ez a jobb kifejezés, hogy mondjuk tudok nagyon nyers lenni, főleg amikor mondjuk nagy a stressz, és akkor ez tud olyan hatást kelteni, hogy nincs egy, hogy nem jó a hozzáállásom a csapatmunkához, és nekem ez a legnagyobb feladatom az eddigi pályám során, hogy megtanulni csapatban gondolkodni, és egyébként nekem ebben a legtöbbet Tarkovszky segített, mert az ELTE-n filmelmélet szakon végeztem, és a szakdolgozat ott is végeztem, két diplomám van, és amikor írtam a szakdolgozatomat
a, igazándiból a Tarkovszkinak két filmjéből, a Stalker és a Tükör volt a választott filmem, és abból is bizonyos jelenetek, és nagyon sokat olvastam a naplóját, mert az, ahogy ő gondolkodik a filmkészítésről, az nekem is eszenciális érzésem vagy tapasztalásom az eddigi életemben, és ő ezt a csapatmunkát egyébként nagyon jól le tudja írni, hogy ez hogy működik az emberekbe belül, és hogy aztán hogy válik a film egy külön entitássá, és tulajdonképpen annyira letapogatható a forgatáson, hogy az mennyire él meg, mert hogyha az az entitás önálló életre kell, akkor az a film létjogosultsággal rendelkezik. Hogyha nem, akkor megfeszülhet, se lesz belőle siker, és nem fog átmenni az angol. Az érdekes, igen, hogy a nyerse, amit ő nyerseségnek hív, az nem csak akkora, nem a problémákkal nyilvánul meg, hanem soha nem felejtem el az arcát meg a tekintetét, mikor valami sikerült. És ott áll a kamera mögött, és minden addigi problémát, üzét, hangulatot meghazudtolva, olyan boldogan tud nézni, olyan nyersen boldogan tud nézni, ez mindig megmarad bennem. Annyira lángol az egész ember, hogy valamit sikerült létrehozni, hogy azt mondom, hogy de jó, akkor menjünk tovább. Szóval úgy adja ezt a női energiát, amit szerintem csak a nők tudnak, mert egy férfi még nem láttam ilyen örömöt egy jól sikerült snit után, vagy egy jól sikerült felvétel után. Ja, Klau említette a Tarkovszkit, azért ezt én is nagyon szeretem, Tarkovszkinak a műveit, de azért az is eszembe jut, hogy egy kicsit ilyen, hát bocsáss meg a Tarkovszki is bocsássa meg, hogy egy kicsit a periférikus részén van most a filmiparnak. Én nem értek veled egyet, szerintem nagyon is sokan tudják, hogy ki ez a Tarkovszki, és sok fiatal rajong a filmjeiért, mert megérinti őket, pont azért, mert valami más, mint eddig, mert megfigyelő, azért, mert egy olyan világot hoz létre, ahol érzékenyen vannak jelen a tárgyak, és az a történet, amit el akar mondani, és szerintem... Bocsánat, hogy belekérdezek gonosz módon, de hogy ez most ez ilyen filmklubszerű, nagyságrendű dolog, vagy pedig ez olyan, hogy ez elmondható a fiatalok millióiról? Szerintem amióta így a média, vagy inkább azt mondanám, hogy így a social media, tehát a telefon, az Instagram, a Facebook, a nem tudom mi, ugye folyamatosan ontja a tartalmat magából. Az emberek úgy tájékozódnak, és főleg a fiatalok, hogy ami megragadja a figyelmüket, azzal kezdenek elmenni. És szerintem ami más, mint a mainstream, az megragadja a figyelmüket. Szóval én azt gondolnám, hogy ez egy eleve már a filmklub, mint olyan, egy olyan forma szerintem, ami már nem így létezik. Tehát, hogyha mondjuk ebből a szempontból indulok ki, akkor egy olyan fotó, ami mondjuk egy Tarkovszki filmből van, még ha nem is tudja az a fiatal, hogy miből van az a kép, de lehet, hogy megragadja a figyelmét, mert valami olyan van benne, ami hozzászól. És akkor lehet, hogy utána mondjuk megnézi a nevét, és akkor lehet, hogy majd aztán lesz egy pont, ahol megnéz egy filmet. Tehát nyilván más a folyamata ennek a percepciónak, de hogy nem tudnám magával ragadó lenni egy képkocka egy Tarkovszki filmből, vagy mondjuk egy Bergman personából, vagy nem tudom. Aztán lehet, hogy magát a filmet nem fogja érteni, az, aki rajongani kezd, de lehet, hogy benne lesz az igény, hogy értse, mert pont emiatt, mert a kép megfogja. New Yorkban vetítették a Mincenti filmedet már. Ennek a fogadtatása remek volt. Nekem az tetszik ebben a Mincenti történetben, hogy egy magyar papról van szó. És a magyar történelemről. Most ahhoz képest, hogy Mozambikba például a legjobb díjnak ismerik el Afrikában, vagy jön egy televíziós kérés a mozambiki állami televíziótól, hogy leadhatják-e a filmet többször, ráadásul szinkronizálva. Azt tudom, milyen nyelvre szinkronizálják le egyáltalán. És ha nem ilyen lenne a világ, mint most, hogy háborúk, meg borzalmak, meg minden, akkor még el is repültem volna talán oda. De hát ugye most ez nem olyan egyszerű. Én inkább azt mondom, hogy ha olyat tudsz létrehozni, hogy itt és most érvényesnek látszik Sri Lankától kezdve Tibeten át New Yorkig, akkor valami biztos, valamit megragadtál, ami fontos. Itt mindenki azt írt. Most például megjelent egy nagyon hosszú cikk, vagy interjú velem egy Las Vegas-i újságban, pont a Mincenti kapcsán ott is nyertünk egy díjat, és azt írták, hogy ez a mindünkben ott levő kettősség, a színész meg a pap kettőssége. Hogy egyszer színészek vagyunk beül, kitárulkozók, egyszer pedig bezárkózóak. Tehát ők ezt vették ki a filmből, nem a magyar történelmet, és nem a papnak, és nem a politikát. Tehát, hogyha ilyet tudsz csinálni, és minden történelemben azt keresem, hogy mi az az általános, amitől mindenféle ember tud. Hát egyszer volt egy olyan, azt csodálatosan fejtem el, hogy Nikodémia és
Kozi bár, vagy mi van, ilyen szigetek az indiai És onnan jött bár és a gratuláció? És kérdez, de az, úgy kell megkerestem a térképen, hogy a fenébe van ez. Onnan is jött a megszállottakat, a Kálin filmet. Hát az India alatt van valóban. És kiderült, hogy két sziget van, az egyik szigetre soha nem engedtek be még idegent, vagy ha mégis megjelent valaki, megölték. Tehát ugye nem vendégszerető nép. A más Nikózia is, vagy Nikózián pedig szeretik, és ott filmfesztivált tartanak. Megnéztem a... Nikózia a fővárosa, nem? Ez egy másik Nikózia. Nikodémia is, mindegy, nem tudom. A lényeg az, hogy megnéztem a honlapjukat. Fölraktak fotókat. Ez úgy nézett ki, hogy egy hatalmas sátorban az őserdőben félmeztelen emberek feküdtek a földön, és azt láttam, hogy a vásznon, a projektorja kivetítően, ott van éppen a Máté, Szabó Máté, mint Kálvin, és nagyon fontos dolgokat mond. És ezek ott fekszenek a földön, és azt mondják, hogy ez a legjobb film. Aha. Hát akkor valamit csak csináltál, nem? Említetted Las Vegas-t, ott most mennyit? Egy hetet voltál, vagy mennyit voltál? Hát 6 napot voltam, igen, napot voltál, és ott is kaptál díjakat, ugye, a Las Vegas-i fesztiválon. Hát igazából az azért ott nem volt olyan szörnyű, gondolom, szóval ott jól éreztem. Nem volt szörnyű. Nem volt, egyáltalán, mert csodálatosan szép fesztivált hoztak össze. Hát azért adnak a külsőségekre rendesen egész Las Vegas-al, meg különösen a fesztiválon. Az egy 2 éves fesztivál, úgy értem, hogy fél évente kaptunk díjat. Tehát két film, mind a két filmünk kapott díjakat már, Fésűs Nelli is például a 2 év alatt. Azok, akik kaptak, azok közt van egy fődíj. A 2 év végén, és akkor van egy nagy gála. És mi mind a két filmen szerepeltünk, ilyen még nem volt egyébként, magyar film, meg aztán végképp nem. Tehát, hogy mind a két filmben nominálva volt a díjakra. És akkor végül is a zsűri összevonta a két filmet, és azt mondta, hogy ezt a két filmnek adja a zsűri fődíját, mert hogy ez így egységes és, és látható, hogy mi van. Úgyhogy egy nagyon jó érzés volt ott lenni, csupa olyan filmesre. És ott át is vehetted. Ott persze, a színpadon átvetted a díjat. Hogyne, hogyne. Ott volt az ismerkedéseken is, a rövid filmvetítéseken, meg a haverkodáson a 3 nap alatt is, a végén a díját adon természetesen ott voltam, hogyne. De ott is úgy voltam ott, hogy az igazgató úgy... Na, így kezdtem a külföldi dolgaimat, hogy például 10-valány éve egy zsolnairól szóló filmet elküldtem Goába, Indiába, egy alkategóriás filmfesztiválra. Az alkategória azt jelenti mondjuk, mint Velence, Cannes, Berlin. Tehát ez ugyanaz, csak Ázsiában van. Ugyanúgy ismerik el. És ott egyszer csak azt mondták, hogy nem csak, hogy szeretik a filmet, hanem fizetik a repülőjegyemet, a szállodámat, minden, csak menjek ki. Most ugyanez volt. Most azt mondtam az igazgatónak, hogy azt hittem, nézze, a Magyar Nemzeti Filmintézet nem támogatja az utazásomat, tehát én meg nem tudok most elrepülni. Erre küldtek egy repülőjegyet. Aha. Megnézték nekem, hogy jó, a legjobb időben is, és küldtek egy repülőjegyet. Belefér a mi kapcsolatunk majd ilyen gonoszkodás, hogy zsetonokat is adtak éjszaka, hogy bemenjél a kaszinókba? Én egyrészt reggel és délelőtt mászkáltam a városban, vagy napközben, mert délután is este a fesztiválból, de nekem engem nem vonz. Aha, igen. Én reggel 7-8-kor ültem egy olyan hatalmas játékterembe, ahol éjjel tele van, zsúfol, ott senki nem volt. És mit csináltál ott? És bedobtam egy dollárt, beraktam, és nyertem 10-et. Aha. Azt a 10-et, mert most nem jön vissza a pénz, hanem kapsz egy papírt, azt oda kell vinni egy hölgyhöz, aki ott bóbiskolt reggel 7-8-kor. Odaadta a 10 dollárt, és mentem tovább. Engem nem érdekel ez a történet. Ez úgy volt, hogy nem tudtál aludni, és felkeltél, vagy nem aludtál egész éjjel, mert Nem tudtam. Hogy egész időeltoldás volt. Másrészt pedig tudtam azt, hogy délután este nekem ott kellenem a fesztiválon, tehát csak a reggel és a délelőtt az, ami. Úgyhogy lehetőleg már 6-kor ott kukorékoltam, hogy most indulok el, és csodálatos dolgokat láttam. De hát az, ugye van egy nagyon szép villogás ennek az egésznek, de hát ha egy utcával odébb mentem, bizony a rendőr elkapott egy 17 éves kis fekete lányt, és úgy vágta oda a földhöz két nagy darab rendőr, hogy összetört az arca is, hátul megbilincselt, fogalmam sincs, de akármit követett az a kislány reggel 7-kor vagy 7-kor, senkinek nincs joga szerintem emberként ilyet tenni bárkivel. Tehát azért ez egy nagy kirakat, szóval azért kicsit menj csak odébb, és már egészen más a helyzet. Ha már a fényes Las Vegasnál tartunk, akkor itt az asztalon van néhány nagyon fényes díj. Ezeket legyetek szívesek, kommentáljátok, mutassátok be és kommentáljátok. Hát elég sok van otthon, tehát azt majd esetleg egy fotón meg lehet mutatni. Ez most a Las Vegasi nő,
Ez a díj, ez pedig egy... Bocsánat, mi van a kezében? Az egy lámpa? Golgota, mit? Az micsoda? Hát gondolom, filmes is van a kezében valami fény, ami műfény. Mert ugye igen, mert ott alul ilyen spirál van rajta. Műfényen dolgozunk, gondolom én, nem tudom, nem... Igen. Nem elemeztem. Igen, azt látom, azért mondom, hogy egy spirál, tehát villanykörte, csak ilyen... Villanykörte, csak valami tüskéket azok. Lehet, hogy azok a fénysugarak. Nem tudom. Megfejtjük. De a lényeg az, hogy az a 48-9-estől történt, ugye a Magyar Golgota, ez itt a megszállottak, a Calvin, ez egy New Yorki, szintén New Yorki díj. Ez egy ennek... nagyon szép független filmnak a fődíja, ezt nagyon büszke vagyok rá, mert ez valami. Hát ez a görög szárnyas Niké, istennője. És a másik pedig, ez egy nő, aki elveszti a fejét, ha rám néz például, nagyon sok van az életben is. Igen, igen, gondolom, na, hogy itt... Tehát és a harmadik pedig, az azért hoztam el, mert érdekes mondani, hogy egy fekete alakot látsz, ez egy afrikai díj, ez Dél-Szudánból jött, és megint a Magyar Golgotának. Még Dél-Szudánban is azt mondták ezek az emberek, hogy ez a Török Ignác nevű tábornok, ez érdekes, azért ez egy nagy győzelem szerintem. Én így élem, meg így... De az érdekes egyébként, hogy ez a Török Ignác féle történet, a Török Ignác történet egy olyan, ami nagyon érdekes, és ugye a szabadságharchoz kapcsolódik, és végül is nem egyáltalán, ki is hagyták őt, ugye ő az, akit kihagytak az aradi 13-okból, valahogy mégsem nagyon ismerik, és ezzel egy ilyen küldetést is teljesítesz voltak éppen, az én szememben legalábbis, de a többi filmmel is, mintha lenne egyfajta ilyen küldetés tudatod, vagy küldetés teljesítési vágyad. Hát mindenképpen van. Egyrészt ennek a Török Ignácnak olyan élete és élete vége volt, ami nagyon érdekes problémára vetett ki fényt. A másik meg a Calvin és a Loyola Ignáchoz meg a bennünk levő kettőség arra, hogy kiegyezzünk azokkal, akikkel nem feltétlenül értünk egyet, de megpróbáljuk legalább emberi tartalommal megtölteni a vitáinkat és az ellentéteinket, ha vannak, és valahogy úgy elintézni, hogy ebben ne legyen erőszak, ne legyen vér, ne legyen megsértődés, meg semmi, hanem próbáljunk meg egymás mellett élni, úgyhogy különbözőek vagyunk. Ez nem egy nagy találmány, ezt nem én találtam föl, az elég szomorú, hogy ma ezt hangsúlyozni kell. Arra gondoltam, hogy zavarba hoználak benneteket, főleg a Zsoltot, hogyha az összes díját el kéne sorolni, most amit ilyen filmfesztiválokon kapott. Egy 10-15-ig jutnál, azt utána már nem tudnád mondani? Ha a telefonomat a kezembe adod, akkor a kanadai cégnek megnézem a honlapját, és ott beütöm az adott filmet, és szépen felsorol mindent, hogy... Hol, mikor, miért? Fesztivál díjak, ott még 70 van, itt meg 150. Most tulajdonképpen hol tartunk hát már? Ez a magyar, bocsánat, ez a magyar Golgota. Most értünk el a 300. 300? Végig, igen. És hova rakod ezeket a díjakot? Most ez egy pragmatikus kérdés, nem? Hogy... Nem jár mindegyikkel trófea, hanem oklevél, vagy csak értesítenek, hogy mi vettem. Aha. Nem, vagy elmegyek érte is, akkor még, de nem. Még egyet hadd kérdezzek meg, mert szerintem azért sokan vannak, akik kíváncsiak. Ugye, mert mondott, hogy nem tudom, most már tényleg százas nagyságban kaptál díjakat, és tudjuk, hogy például ugye az Oscar-díj sem jár pénzzel, de hogy itt vannak olyan fesztiválok is, amik ilyen... Mert ugye mostanában volt a Nobel-díj osztás, és azért ámulva néztük, hogy mennyi pénzt adtak megérdemelten ezeknek a tudósoknak, de itt ezeknél a művészeknek adnak-e megérdemelt pénzjutalmokat nem, is? Nem, semmilyen pénzjutalmat. Vagy mondjuk arra, hogy mondjuk egy következő filmet leforgas, és arra egy keretet esetleg hát adnak-e? Nem. Ez a Film TV nevű cég, ez egy kifejezetten szakmai alapon szerveződött közösség, szakmai, úgymond ártfilmeket, művészfilmeket, már ennyimét is olyan tekintik, hiába bárkit. És azt viszik szét azért, és nem jár semmilyen pénz. Vannak olyan fesztivál osztatók, akik beadnak pénzt, tehát befizet $100, igen. És akkor kiderül a végén, hogy ki nyert, és aki nyert, az elvitte, mint egy ruhatszerűen az egészet, olyan is van. Értem. De azok általában könnyű műfajban. Százas nagyságrendű díjakról beszélünk. Te ezek közül a díjak közül hanyat vihettél haza, vagy hanyat kaptál meg így oklevélben, meg egyéb szobrocskában, jelzésben? Nem tudom neked megmondani. Sokat? Kaptam díjakat, igen. Igen. Kaptam. Sokat kapott? Akkor te mondjad, mert most ő szerénykedik. Nem, legjobb operatőnként is kaptál díjakat, mert nem tudom én, hogy hányat, majd legézem legközelebb. De nem csak azt hiszem, hogyha a film kap díjat, akkor ő kap egy sor. Ja, értem, igen. Meg azok, akik létrehoztuk, értem. A színész tehetsége, tehát jó ha sokat. Nekem van, akkor az enyém. Hát miért? Ugyanúgy magának érezheti, hát ha ő nem fényképezi le, én hiába mondom, hogy neked el a filmet, tehát semmi értelme nincs.
Na és hogy vagy egyébként ezekkel a közös produkciókkal? Ugye, mert mondta most a Zsolt, hogy egy szünet lesz, hogy alig várod már, hogy az azután következő közös produkcióra sor kerüljön. Tehát te imádsz a Zsolttal dolgozni? Igen, most várom, hogy legyen egy következő. Én is várom, és azon is dolgozom, hogy legyen. Uh-huh. És mivel olyan fajta a téma, és amit nem mondok most el, hogy kifejezetten egy ilyen női szem kell hozzá, hiszen női filmről van szó. Na most Zsolt, te egy jelentős drámaíró vagy színpadi szerző, aki nemzetközi sikereket ért el. És tulajdonképpen az is egy ilyen, hát hogy is mondjam, mennyei fogalom, hogy drámaíró, tehát ugye az égben lebeg, és hát nagyon tisztelik azt a dolgot, és te nemzetközi sikereket értél el. Az egyik művészeti ág az mehet a másik rovására, vagy pedig teljes üzemben folytatod a napjaidat? Hát a kettő egymást erősíti a fesztiválokkal is. Most voltam nemrégen egy Agropoli nevű gyönyörű dél-olasz városban egy fesztiválon, ahol ott volt egy színház igazgató, aki mindjárt is kérte az olasz nyelvvel lefolytott darabjaimat, és szerintem erre is fogja adni. Tehát a kettő mindenképpen egymást erősíti. Mm-hmm. Mindig az, van, aki azt kérdezi, hogy mi értelme van ennek, hogy örülünk tizen, aztán kész egy díjnak. Nem így van, mm-hmm. mert ha ott vagy, akkor mindig valamiféle olyan kapcsolat jön ki, amiből van, vagy színészi, vagy alkotói kapcsolat lesz, vagy csak levelezünk, vagy csak barátság. Uh-huh. Ezek mindenképpen nagyon szép szakmai tartalmak, uh-huh. hogy megvalósulnak egy ilyen fesztiválon. Uh-huh. Klau, te ilyen tüdeményes kedvességgel és figyelemmel ülsz itt a Zsolt mellett. Áruld el nekem, hogy ezt a sokoldalúságot, ezt te mennyire ismered, meg mennyire tartod szerencsés dolognak, hogy valaki tud drámákat is írni, rendezni, filmeket is írni, rendezni. Én kell, hogy kritikus legyek most a Zsoltnak. Hát az van, hogy én is így működöm. Én nekem az mindig nagyon fontos szempont volt az életemben, hogy ez ne egy szétforgácsolt figyelem legyen, hanem egypólusú. És mivel a Zsolt, én azt gondolom, hogy a Zsoltnál ez így van, és hogy az, hogy egyik a másikat támogatja, hogy egyszerűen vannak emberek, akik úgy működnek, hogy annyira sok mondani valójuk van, és annyira rövid az élet, hogy egyszerűen nem fér bele az, hogy így inaktívan töltöd az idődet. Ráadásul szerintem ezeknek a gondolatoknak így kell teret adni, mert amúgy meg nem egészséges bent tartani őket, és hogyha egy alkotóról beszélünk, akkor ez mindenképpen úgy működik, hogy folyamatos, kreatív flow-ban vagy, és hogy egyszerűen én ezt ismerem, tehát nekem az, ahogy a Zsolt működik, az, amit értéknek tartok egy művész embernél, és szerintem nem is lehet másot csinálni, mert fáj. Tehát fizikai fájdalommal jár, ha nem így van. Uh-huh. Én remélem, hogy hajlandó vagy válaszolni. Talán egy picit indiszkrét, de igazából nem indiszkrét kérdés, hogy amikor kim voltál Las Vegasban 8 napig, ugye? Akkor azon kívül, hogy a fesztiválra jártál, azon kívül szervezted az itthoni életedet, meg ugye nemzetközi dolgaidat, írtál-e, vagy pedig ott csak a fesztivál vendégeként üzemeltél? Eszem ágában nem volt mással foglalkozni. Hát a föld másik végén, egy más napszakban, más beosztással mit csinálnék én? Hát az a Las Vegas, az egy akkora elme baj, ami ott van, aki tudja is volt ott, vagy hallott róla, azt tudja, hogy azért ott el lehet lenni hosszú hetekig azzal, hogy az ember csak csodálkozik és nézgelődik, és ismerkedik különböző helyzetekkel. Nem, itt az volt az öröm, hogy végül is voltak vetítések, de csak a rövid filmeket vetítették le. Azokat szépen végignéztem, és megismerkedtem az alkotóikkal. Ennyi, de ez ha lehet. Hát mi, arra gondolsz, hogy leülök ott írni egy új darabot, vagy mi a fenének? Hát nem azért voltam én ott, azért voltam, hogy végre egy kicsit kipihenjem magam. Na most az, hogy a Föld X pontján, kevésbé vagy nagyon ismert városában vagy országában levetítették a te mozidat, és sikered volt. Az neked egyfajta visszaigazolás és szakmai biztonság és szakmai erősödést jelent? Vagy pedig ez olyan dolog, hogy tudomásul veszed és mész tovább, tehát hogy ettől nem leszel elájulva magadtól, vagy ettől nem leszel büszkébb magadra? Engem ez a filmes rendszer, ami van Magyarországon, nem a tenyerén hordoz. Tehát nekem nagyon-nagyon kell a visszaigazolás arról, amit csinálok, sokkal jobban kell, mint az ember gondolná, hiszen normális esetben ennyi elismerés után az ember kapna még egy lehetőséget. Vannak olyan országok, ahol ilyenkor megkapják azokat a lehetőséget. Itt Magyarországon nem, hát tavaly nyáron is leállt egy filmem, most várjuk egy másikat, hogy egyáltalán elindul-e. A forgatókönyveimet nekem is ugyanúgy kivágják az első
rostánál, mint ahogy másnak, de én abban a körben vagyok benne, akik akkor is nem azt mondják, hogy most akkor elmegyek a kocsmába és leiszom magam, hanem megpróbálom megtalálni azt a megoldást, amivel létre tudom hozni az adott alkotást, mert én ezt megálmodtam, ragaszkodom hozzá, hiszek benne, és így is lesz. Uh-huh. Hát akkor is meg fog születni, ha nem akarja valaki. Ez egész életemben így volt, hogy próbáltak megakadályozni mindenhol, és nem. A színházban például a közönség volt ilyen. Uh-huh. Tehát az életemben mindig volt közönségem. Olyan soha nem volt, hogy nem. Most is büszkén mondhatom, hogy én vagyok az, aki két olyan produkciót visz, amire nincs jegy. Egyik a Monte Cristo grófja, a másik magyar, most magyar produkcióról beszélek, a másik meg a Gyöngyhajú lány, amit 30 ezer ember előtt játszanak, bocsánat. Hát azért ezek visszaigazolások, hogy itt valami olyat tettél, amit nagyon sok embernek, mint gyógyszer tudsz adni. Hát és ugyanúgy vissza is kapott tőled, tehát nekem az nem kell kritika, bárki belém rúghat utána, vagy belém törölheti a lábát, mind a filmben ez elég sokszor előfordul, nem érdekel. Én ott voltam, ahol voltam, én olyan emberekkel találkoztam, akik megértik azt, amiben én hittem, megnézték, szerették, összeborultunk és hazajöttem, és ez rengeteg erőt ad ahhoz, hogy egyáltalán elviseljem azt, amit folyik. Szeretettel és tisztelettel vettem, hogy itt ez a páros itt megjelent előttem, és kívánom, hogy még sok közös mozitok legyen, de gondolom, hogy ti is ezt kívánjátok így magatoknak és egymásnak. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem azt, hogy ide eljöttetek, és nem csak magatokat, hanem ilyen csodás rekvizitumokat, díjakat is elhoztatok, hogy lássuk közelebbről a világ elismerését. Hát le a kalappal a munkáitok előtt, és köszönöm szépen, hogy én nagyon szépen köszönöm, hogy Klaudiával együtt hívtál meg, mert nagyon ritkán vagyunk így együtt, mert mindig azt mondják, hogy hozd magaddal egy népszerű színészt. Márpedig a filmalkotás története akkor is kettőnk viszonyáról szó. Hát figyelj, a közönséget ő is elkápráztatja. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor nincs más által, mint hogy elbúcsúzom a kedves nézőktől is. Köszönjük a türelmüket, figyelmüket, viszontlátásra.